sportoló, aki ne szeretné a természetet és a környezetet. Nincs. Minden egyes ember, sportoló és nem sportoló, nyitott a környezetvédelem irányába, és szereti az egészséges természetet. Ez a normális dolog. Ennél többről van ugyanakkor szó, amikor Kovács Ágnes olimpikon megkeresett bennünket a MOB nevében. Örömmel fogadtuk ezt a megkeresést, és el is indult egy együtt gondolkodás. Annak jegyében, hogy a végén egy együttműködés aláírására kerüljön sor a mai napon. Az együttműködő felek viszont nem csak a vidékfejlesztési minisztériumban találhatók meg, hanem a sportért felelős államtitkár, az energiáért, a zöld beruházásokért felelős államtitkár is itt van, tehát több tárca összefogásra lévően a MOB-val egy közös együttműködés történik, amely nem csak egy papír aláírásával, egy nagyon fontos dokumentum aláírásával fejeződik be, hanem most kezdődik az az együttműködés. Létre is jöttek azon szakmai munkacsoportok, illetve létrejött az a testület, amelyben mindnyájan delegáltunk kollégákat, és mi magunk is részt veszünk abban a munkában, amelynek célja, hogy olyan környezetvédelmi szempontok kerüljenek előtérbe, amelyek révén mind a létesítmények megépítésekor, mind az építés során, de akár a sportrendezvények lebonyolításakor is a környezetvédelmi, természetvédelmi szempontok elsődleges fontossággal érvényesülnek. Annál is inkább, hiszen ez mindenkinek az érdeke, mert nagyon sokszor a környezetvédelmi szempontok megjelenítése gazdaságosságot is, és például energiahatékonyságot is jelent. Ennek jegyében hívjuk alá ma ezt a közös